De valójában 32 éve indult, az volt életemben az első tehetségkutató, amit szerveztem még annó a Poppiacon, és utána ugye a következő évben 94-től indult a Gitármánia tábor, és ott folytattuk ilyen magán úton a tehetségkutatást, és aztán, amikor ugye a Hangszeresek Országos Szövetségének lettem a főtitkára, akkor találtuk azt ki, hogy jó lenne valami olyan tehetségkutatót elindítanunk, amivel iskolában történő zenélést kicsit így támogatnánk, és ekkor indult még Hangfoglaló Hétfő néven a Ma már öröm a zene sorozat. Ez 3 évig ilyen edukációs rendszerben működött, és utána kinyitottuk országos amatőr tehetségkutatóval, és akkor vált Öröm a zene néven ismerté, és egyben a Kárpát-medence legnagyobb tehetségkutatójává. Ugye mi évente 1100 zenekart hallgatunk meg, 25 állomásunk van, 20 határon belül, egy a fővárosban, 19 megyei, és 5 határon túli Erdélyben, Vajdaságban, Felvidéken, illetve hát a háború előtt volt Kárpátalján is, és igazából ez egy ilyen felmenő rendszerű tehetségkutató sorozat. Ugye ez, nagyjából 1000-1100 zenekar szokott hozzánk jelentkezni, és ebből olyan 350-370 zenekart hallgatunk meg élőben, és ugye ezek közül jut be minden egyes állomásról egy-egy zenekar a döntőbe, és a döntőbe most per pillanat 24 zenekar jutott be, és őket ajánljuk majd a Hangfoglaló program induló előadó programjának. 10 zenekart tudunk tovább juttatni, akik pályázattal rendelkezve, de közvetlenül előszűrés nélkül bekerülnek az induló előadói a program meghallgatására, és aztán majd ott nyilván a sorsuk az, hogy kapnak-e támogatást, nem kapnak-e. Azért a legtöbb esetben van a mi kis csapatunkból is kiválasztva 1-2-3 zenekar, és akkor ők ugye egy egész éves támogatást tudnak elnyerni, ami akár 4 millió forint is lehet egy éven keresztül. Mi a mostani trend a fiatal között? Gondolok én a stílusra, én, hogy metal, rock, pop, blues. Szerintem ez nem változott. Mi azt látjuk, hogy talán még színesebb, mint a korábbi években. Az első időszakban túlnyomó részben rockzenét játszottak a fiatalok. Mára azonban azt lehet mondani, hogy szinte a széles világ teljes választékából, zenei választékából jelennek meg stílusok, és ezt egyébként támogatjuk is. Tehát ugyanúgy van folk, poppal, folk rockkal, rockzene, hip-hop, R&B, funky, minden elektronikus zene, tehát igazából nagyon-nagyon tehetséges fiataljaink vannak, és ez, ja is hát, ami fontos, hogy ahogy múlik az idő, azt veszük észre, hogy egyre képzettebbek is, tehát nagyon, nem csak hogy tehetségesek, hanem most már elég tudatosak ahhoz, hogy az önfejlesztésben előre lépjenek, és egészen egyedi produkciók is megjelennek. Tényleg azt gondolom, hogy a magyarok alapvetően nem csak zenében is világszínvonalú tehetséggel bírnak. Nyilván az oktatásban van némi lemaradásunk, de amióta ugye a Covid óta igazából az interneten található, fellelhető oktatóanyagok száma nagyon megnőtt, ez kifejezetten látszik egyébként a zenészeknek a fejlettségi szintjén, tehát sokkal tanultabbnak mondanám őket, mint korábban. Hogy végignézünk, egyre több hölgyet, lányt látunk, akik hát a rock műfajban is eladják a tehetségüket. Abszolút így van, ez egyébként ez már egy nagyjából másfél évtizede megfigyelhető jelenség, egyre több hölgy zenél, korábban férfiasnak tartott hangszereket választva, és nagyon-nagyon jól zenél. Tehát korábban csak ritkán láttunk női basszusgitárost, női fúvósokat, női dobosokat, és ma már ez egy teljesen bevett és normál. És azt kell mondjam, hogy semmiben nincsenek lemaradva a férfi társaiktól.
Hány éves kortól érdemes hangszert fogni a kézbe? Hát én azt gondolom, hogy egészen pici kortól már akár a játékhangszerek, de hát ebben nem mennék túl messzire, azért Kodálynak volt erre egy módszer. Én azt gondolom, hogy egészen pici kortól be lehet íratni néptáncra a gyerekeket, és onnan az megalapozza egyébként a zenélést már, hiszen ott már a ritmusnak az alapjai, a dallam fölismerés alapjai megjelennek, és utána tulajdonképpen, hát nyilván fizikumtól függő, de azt veszük észre, hogy még mondjuk 10 évvel ezelőtt olyan 12 éves korra tettük a kezdő hangszeres tanulást, ma már azért a 8-9 éves korban fizikailag vannak annyira fejlettek a gyerekek, hogy nem okoz számukra problémát például zongorázni, vagy akár gitározni sem. A mai nap folyamán kik leszek a zsűri tagjai? Mind a két nap ugyanaz a zsűri található. Velünk van Varnu Zsuzsa, ő egy Artisius díjas zenepedagógus, velünk van Major Eszter, szintén Artisius díjas dalszövegíró, Lombos Marci, szintén dalszövegíró, ötletszobrász, Cselőtei László, ő ugye a Hammerwörnek a tulajdonos főszerkesztője, illetve a hangfoglaló program kollégiumi vezetője, és jó magam. Ha most valami fiatal zenekar megalakulna, itt én gondolok, én általában az általános iskolások korban szoktak már ilyen amatőr zenekarok megalakulni, mit javasol, miért kell zenélni, mit hoz a zene az életükbe majd? Boldogságot. Az év felfedezetje az Elejt zenekar lett. Megkérdeztük a Pécsről érkezett zenekart is az élményeikről. Az Elejt zenekar Pécsről érkezett, és az Öröm a zenéről egy kedves barátunk által értesültünk, és a haveri kör egyik programjában vettünk részt, onnan jutottunk át Balatonboglára, és részt vettünk azóta a Tatabányán és Balassagyarmaton, az utóbbiból jutottunk be ide a döntőbe. Hát a zenekar az 22-ben alakult, abszolút ilyen sulis zenekarként, egy suliba jártak a srácok, akkor még én nem voltam. Egy énektanár per mentorunk rakott össze minket, hogy elmenjünk ilyen cover zenéket játszani, és aztán utána kezdtünk el, amikor már láttuk, hogy ennek van sikere, mondjuk a Helikonon, utána gyorsan elmentünk a Barbanegrába is egy picit, és aztán elkezdtünk saját zenét játszani. Akkor van fellépési lehetőség? Hát nagyon magasan kezdtünk, nagyon kedves emberek felajánlása által, viszont most meg ugyanúgy meg kell járni ezt a ranglétrát. Milyen stílusú zenét játszik a zenekar? Alapvetően rockzenét játszunk, de próbálunk minél több stílusból meríteni ötleteket, szóval megjelennek nálunk tehát vannak hip-hoposabb számaink is, meg vannak ilyen punkosabb lüktetésű dalaink. Igazából tényleg mindenhonnan próbálunk inspirálódni, hogy valami egyedit kreáljunk. Igen. Mi a zenekarnak a felállása? Hogyan áll fel a zenekar? Van ugye egy dobos, aki én vagyok. Van kettő énekes, és egy gitáros és egy basszusgitáros. És egyébként én is vokálozok hátul.
egyre több saját számot írtok. Mi a témája a saját számoknak? Ezt lehet, hogy Bende Gúznak kellene megválaszolnia, mert ő írja általában, meg Bálint, ők írják a szövegeket. Igen, a szövegeket mi írjuk. Általában találunk egy jó ötletet, amiköré kiépítünk egy sztorit, de nem az én részemről a szövegírás egyáltalán nem tudatos, hanem ami éppen kifolyik a tollamból, azt így ott hagyom a papíron. A Bálint, aki szeret építeni dolgokat. És ha már a Bálintról beszélünk, te szoktad írni a zenei részt? Ez teljesen változó. Tehát én gitárosként a gitárrészt írom, és mindenki a sajátját. Úgyhogy nem, de mindegyik zenét kollektívan írjuk. Nincs olyan, hogy ki mit csinál, minden közös. Miért szeretek zenélni? Miért ne szeretnék zenélni? Ez a dolog. Imádom zenélni. Azért ez az egyetlen dolog, amihez értünk. Ez szerencsére nem igaz. Közel 1000 zenekarból végül is az Iszka-Szentgyörgyi bolyongó nyerte az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat 2023-24-es évadát a hétvégi nagy döntőben. Az év felfedezettje az L1 zenekar lett, és kimagasló zenei tehetségükért hatan kaptak Újfalusi Gábor díjat.